Reggeli Monitor. Hogy tapasztalják, a lassuló gazdaság mennyire befolyásolja a cégvezetőket a toborzásban? Nagyon érdekes trend fedezhető fel, természetesen befolyásolja őket, de úgy tűnik, mintha egy kicsit eltolódott volna időben ez a folyamat. Tehát én egészen konkrétan az utóbbi egy-másfél évre visszatekintve azt kell, hogy mondjam, hogy mindig előbb húzzák be a féket toborzás szempontjából a cégek, kicsit rendezik a soraikat, és utána egy kicsit előbb indítják el az új munkaerő felvételt, mint ahogy belendülnének a gazdasági fellendülési adatok. Akkor azt jelenti, hogy önök előrejelzést tudnak adni a következő negyedévek gazdasági felfutásával kapcsolatban? Igen, a Manpower Group már hosszú évek óta készít előrejelzést negyedéves intenzitással, egy reprezentatív mintán nem érjük az egyes országok gazdaságát. Egy nagyon egyszerű kérdéssel, hogy növekedést terveznek-e a következő negyedévben létszám tekintetében, avagy csökkenést, esetleg pedig nem terveznek semmilyen változást. Mi azt tapasztaltuk, hogy egy 2-3 hónapos csúszással, de előre tudjuk jelezni a tényleges folyamatokat a gazdaságban. Ezért is gondolom úgy, hogy nagyon pozitív a mostani utolsó negyedévre vonatkozó mérésünk, ami egy pozitív trendet mutat, és gyakorlatilag a megkérdezett vállalkozások 31%-a tervez növekedést. Ilyen utoljára 2022 első negyedévére való várakozás volt, ami egy kicsit ennél magasabb volt, utána pedig egy lassuló tendenciát vettünk észre, most pedig úgy tűnik, hogy visszatér a foglalkoztatási kedv. Mely szektorok szereplői a legoptimistábbak, vagy igazából ez nem szektorális kérdés, hanem cégerő vagy cégméret kérdése? Valójában mindkettő. Tehát elsősorban azt tudnám mondani, hogy vannak mindig húzó ágazatok, és nem minden negyedében ugyanazok természetesen a húzó ágazatok, vagy éppen a legkevésbé felvétel tervező ágazatok. Most az utolsó negyedében azt láttuk, hogy a pénzügyi és ingatlan területek vitték a prímet. Itt a változás elég jelentős volt, tehát 28% ponttal többen akarnak felvenni, mint elbocsájtani. Majd ezt követi az energiaszektor, de pozitív mutatókkal van az alapanyag és feldolgozóipar, valamint az IT. Tehát ezek lennének azok, amik az átlagos szintnél magasabb mértékben terveznek felvételt. Ez azért is érdekes, mert például az év első két negyedévében az IT szektor volt, aki a leginkább elbocsátásban gondolkodott. Tehát ez talán jó hír azoknak a cégeknek, vagy azoknak a potenciális munkavállalóknak, akik az első fél évben elveszítették munkáját, vagy nem találtak megbízásokat, tehát az IT terület igenis beindulást mutat. Ez egyébként azért érdekes, mert az elmúlt nem is tudom hány évben folyamatosan azt kommunikálták a szektor szereplői, hogy a lehetőségeknél sokkal több munkatársat tudnának foglalkoztatni. Ez nem mond ellent annak, hogy korábban akár leépítést is prognosztizáltak? Elvileg ellent is mondhatna, de valójában nem, és itt kicsit ki is kell tekintenünk a globális trendekre, tehát a legnagyobb IT cégek, a Google, a Facebook, az Amazon mind több ezer fős nagyságletben építettek le az idei év során állományokban. Magyarországon azért ilyen komoly, nagy létszámú leépítés nem volt, de ez a terület igenis megsínlette az idei évet. Mi azt gondoljuk, hogy ez azért lehetett, mert az előző évben ez a terület egy óriási fejlődésen ment keresztül, kicsit előre menekültek az IT területen a cégek, és rengeteg erőforrást halmoztak föl, amit csak tudtak, hiszen látták, hogy szűkösség van ezen a területen. Most pedig, amikor óvatosabban kellett tervezniük, az üzleti folyamataik nem olyan sebességben mentek előre, ezek az erőforrások relatíve drágák, hiszen egy IT szakembernek a fizetési igénye az igen magas, hiszen a képzettség meg a szűkösség miatt ők ezt az elvárást adhatják. De most ez a trend újra visszatért, megint a technológián van a hangsúly a fejlesztések területén. Van-e olyan szektor, ami kifejezetten a zsugorodásra számít, vagy eleve nem tud vagy nem akar foglalkoztatni további munkatársakat? Ugye a mérésünk elsősorban arra vonatkozik, hogy felvételt vagy elbocsátást tervez, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy óriási mértékben teljes elbocsátás, de mégis azt láttuk, hogy az egészségügyi szektor gyakorlatilag inkább elbocsátásokban gondolkozik, méghozzá inkább jelentős mértékben, mint éppen hogy csak. Mi elsősorban a gyártó, szolgáltató, kereskedő célket kerestük meg, tehát nem feltétlenül
arról van szó, hogy kórházakat, vagy akár az állami egészségügyet szólítottuk volna meg. Nem tudom pontosan, hogy minek köszönhető ez a trend. Van még egy fontos mutató, és az Magyarország szempontjából talán a leginkább jelentős, ez pedig a területi különbségek. Ez, hogy Magyarországon a különböző régiókban hogy alakulnak a jövőre vonatkozó szándékok? Mivel egy-egy régiónak az ipari beállítottsága különböző, ezért más ütemben éri őket, akár egy válságos időszak, akár egy felfutás is, tehát ez nem feltétlen köthető ahhoz, hogy ez most melyik országban történik. Nálunk az a jövő negyedévre vonatkozó trend, amit mi mértünk, hogy Közép-Magyarországon, Dél-Alföldön és Budapesten jelentős mértékű felvételt terveznek a cégek, tehát ezek alapvetően Közép-Magyarország, budapesti régió, ezek iparosodott régió sok multinacionális céggel, érdekes módon a Dél-Alföldön is igen magasok az elvárások, és az Észak-Alföldön mértünk mi csökkenést, a Dunántúl régióiban pedig gyakorlatilag egy stagnálást mutatott a felmérésünk. Ugye az Észak-Alföld azért lehet érdekes, mert ott viszonylag nagy koncentrációban vannak alacsony képzettségű munkaerőt igényelő összeszerelő üzemek. Tehát náluk van valószínűleg az ő piacaikon egy erősebb nyomás, és ők a legérzékenyebbek a munkaerő költségre, és gyorsan kell reagálniuk, amennyiben a piacokban szűkülést tapasztalnak. És mivel ez egy nemzetközi kitekintés, de az időnk az kevés, igazából csak egy viszonyszámot vagy valami összehasonlítást kérnék öntől, hogy mennyire lógnak ki ezek a magyar adatok a most ebben a negyedéves felmérésben egyéb országokban mért adatoktól? Magyarország általában elég extrémen viselkedik, vagy a sor végén, vagy valahol a sor elején található. A sor végén volt található a tavalyi év végén és az idei év első két negyedévében volt, hogy kifejezetten az utolsó, tehát a legnegatívabb elvárások voltak. Most pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tizedik helyen a 41 ország közül eléggé szép helyen található országunk. Svájcban mértünk legmagasabbat, ott 38% tervez felvételt, magas számok vannak Portugáliában, Finnország, Írországban, de Belgiummal például egy szinten vannak ezek a várakozások Magyarországon, ami a 31%-os, tehát ugye a cég 31%-a tervez növekedést a különböző részben. Ez szerintem komoly optimizmusra ad nekünk okot. Reggeli Monitor.